beszéltünk erről a DK-nunk, és egy olyan kérés, ahogy azt lehet, meg lehet oldani, hogy az ilyen nagyon ivós, hányós, gányós dolgok a videóban így... Nem most mondta a DK-n, hogy... Kimaradjanak kicsit. Kannából excelnek, és így szép sorban vagy amikor egymást konírozzák messzülelőre. Igen. Stippen nincsenek tabu, csak is a legkomolyabb kretésében. Most megnézzük, hogy hogyan mulatnak és hogyan ünneplik a közösséget a gépészek. Hány csapat indult? 8 darab. És mit kell róluk tudni? Hát, röviden is tömören az, hogy bármennyi mennyiséget meg tudnak inni, viszont bármi az értenek, ami vicskölni kell. Összelenkedés, emberek megdöbbentése és nagyon komoly hívászat, ennyi. A hangulat egészen egyedi, láthatóak mögöttünk mindenféle rockerek, stewardessek, öreg embernek öltözött emberek és katonák is. Különböző stílusban indulnak, minden csapatnak van egy csapatneve, például van berugóvadék, dragonbolt, ilyesmik, meg általában a csapatok nagy része az olyan emberekből áll össze, akik közösségi tevékenységeket szoktak végezni az egyetemen. Jó nevet kisfiúk és kislányok, itt kultúráltan vetélkednek. Móri Csikot körtélen álltam egy szár feles pohárba. De akkor nyertetek? Yeah. A gépészkaron ez a hagyomány szellem szerintem elég erősen él. Nagyon tudok mondani, mert még annyit nem ittam. Elég erősen összetartanak az emberek. És... amikor eljövök egy gépészkari napokra, akkor sokkal lelkesebben, nagyobb szívvel csinálják a feladatokat. Hát igen, mi vagyunk a Csillagoszlopos Strikes, először szereplünk a Slippen, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Nálunk ez fontos mindenki számára, ez a rendezvény. Itt laknunk a kollégiumban, a 7. emeleten a folyosó végén, és ezért lehet hétvégig a csapatunk neve. Egyszer lányosabb csapat voltunk, egyszer fiúsabb, és gondoltuk, hogy akkor stewardessek leszünk idén, mert tavaly kalózok voltunk. Mi lesz belőled? Öreg ember. Hányadik Slippetek? 8. Megtértünk és gépészek lettünk. Minden csapatból az első ember áll föl, A-val fog elkezdeni inni, és úgy is fejezi be. Ahogy megitta, lebassza az asztalra, közben már emelkedik fel a második ember, és iszza a sörét. Jól látom, hogy ti citromos sört isztok? Így van. Ez korrekt? Hát, lányodat megengedjük. Már az nagy szó, hogy van lánycsa. Rajt! Sörváltó mindig utolsók vagyunk, meg ilyesmi, igyekszünk. Szerintünk a részvétel a fontos. Miért maradtál ki ebből? Hát mert még csak elsős vagyok, és nem nagyon vágom az ilyen szakmai dolgokat. Nem tudtunk azonosulni a csapat szellemmel, amit... Nem becsülésünk. Vicces. Jó rajtuk nevetni. Sajnos nincsen statisztikánk arra, hogy hány per ember az milyen arányban alakul, de valószínűleg egy fölött. Oh!
elég igénytelen, de nagyon boldogok vagyunk, mert a barátainkkal lehetünk. A gépész lányok hogy pasiznak? Gépész lányok, van bőven választék, úgyhogy nincsen, igazából ők jönnek. Gépész srácok hogy csajoznak? Hogyan? Oda mennek, és azt mondják, hogy szervusz, én Balu vagyok. Szia, Sára, ne legyen túlságosan undorító, ami a gépész fiúkra igen jellemző. És te nyersz valamilyen versenyszámot, az csajozós? Nekem nincsen szükségem semmiféle ilyesmire, hogy menjenek bármit is. Nekem itt van a természetemből adódó smármom. Hogy rázod le azokat, akik nem szimpi? Csúnyán nézek rájuk. Kér sört? Nem. Hát inkább viszont. Úgy pasiznak, hogy elmegyünk együtt inni, mert jó barátok vagyunk, és aztán rájövünk, hogy több. Örülök, hogy téged is itt látok ebben a buliban. Szeretnék veled megismerkedni. Mi így ismerkedünk. Mennyire hatékony a módszer? Egyáltalán nem. Borsot meg mi az, ilyen kókuszdarát kell belenyomni, és akkor jobban üt a dolog, mert a kókuszdara megragad a torkodom, és akkor abból, ahhoz meg már felszívta magába az alkoholt, és az, hogy folyamatosan osztja a torkodba a dolgokat. Szóval állítólag így lehet a legjobban. A bors az meg csak azért, hogy kemények legyünk. A gépész indulót hallhatjuk a háttérben, nagyon úgy tűnik. Luca, figyelj, te már voltál ilyen slippen, hogy látod a mostani? Hát igazából nem voltak most szerintem annyira kreatívak a szervezők, de azért szerintem jól alakult az este, nagyon sok lány van. Hát igazániból nem hiszem el, hogy bárki felveszi ezt a szart. De tök fura, kik vagytok?